Egy gólzáporos mérkőzést hozott a labdarúgó megyei első osztály utolsó előtti fordulója, a Mándok 6-1-re verte a Tuzsért. A Tiszavasvári 4-1-re győzött a Rakamaz ellen, a Gyulaháza 2-0-ra múlta felül az Ibrányt, a Nyírgyulaj pedig 2-1-re bizonyult jobbnak a Nagyhalásznál. Két vendégsiker született, a Baktalórántháza 2-1-re nyert Fehérgyarmaton, a Vásárosnami pedig Sényéről vitt el a 3 pontot 2-0-as győzelmével. A már bajnok Balkány hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent a Nagyecseddel. A nagy meleghez képest egy jó iramú mérkőzés volt. Hozzáteszem, nekünk muszáj volt az előző való mérkőzésre, nem nyertünk otthon, így a ezüstért kicsit kockáztatnunk is kellett. Több helyzetet kidolgoztunk, mint a hazaiak, de az X az reális volt, azért úgy gondolom, nekik is volt lehetőségük. Így viszont szerencsére a riválisok botlásának ezüstérmesek lettünk. A nagyecsedi együttes második helyével megismételte tavalyi szereplését, amikor az akkori bajnok Ibrány mögött zárt másodikként Ádámszky Róbert együttese. Eltelt egy pár forduló és leírtak minket, úgymond, hogy nem leszünk a dobogó közelében sem. Úgy gondolom, a srácok nagyon sok mindent megtettek ezért, hogy ez ne így legyen. Tehát mondom, gratulációmat nem győzöm kifejezni most se. Tehát 2 év alatt 2 ezüstérem, óriási bravúr. Nálunk nem arról szól, hogy 18-20 ember van a keretben. Én úgy vagyok vele, inkább legyen 13-14 ember, aki mindent megtesz a sikerért, mint hogy 16-17 ember üljön ott a padon. Ez a közeljövőben is így lesz, sőt, még úgy, ahogy beszélgettünk az elnök úrral, még valószínűleg még szűkebb keretünk lesz. A Nagyecsed a zárófordulóban a Nyírgyulajt fogadja. A forduló további párosítása a következő: Gyulaháza Máté Szalka, Rakamaz Mándok, Tuzsér Sényő, Vásárosnamény Fehérgyarmat, Nagyhalász Ibrány és Baktalórendháza Balkány.